Mivel Máté Fieszter szakmai igazgatóval közös megegyezéssel szerződést bontott a Kisvárdai Klub, az október 20-a óta nyeretlen hazaiak Dévényi Jánossal a kispadon kezdték a mérkőzést. A vendégek lőtték az első két gólt, de a várdaiak fordítottak, és a félidő derekán már 4 góllal is vezettek, végül azonban 2 gólos hazai vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben ismét ellépett ellenfelétől a Tricsuk által vezérelt házigazda, és bár a debreceniek mindent megpróbáltak, 5 perccel a meccs vége előtt 6 gólosra nőtt a különbség, amely meg is maradt a záró dudaszóig, így 29-23-as sikernek örülhettek a kisvárdai szurkolók és játékosok. Nagyon jó mentalitással lépett pályára a csapat. Az elején még a védekezésbe csúsztak hibák, de utána felkeményedtünk, bár kapus teljesítményünk nekünk se volt Isten igazából az első fél időben. De utána azt hiszem, hogy végig uraltuk a mérkőzést, tehát onnantól azt hiszem, nem is volt X se, tehát végig 1-2-3-4 góllal mentünk. A második fél időben Ági a kapuba magabiztosabbá tett bennünket, nagyon keményen jól léptek ki a lányok, illetve nagyon hosszan és fegyelmezetten játszott. Tehát ez egy héten elég sokat elszajkóztam, hogy hosszan, gyorsan, labdelőtés nélkül, hosszú lefolyású játékokat kérek tőlük, amit most sikerült is megvalósítani, és a türelem rózsát terem alapon azért mindig a végén kicsúszott egy-egy gól, úgyhogy dicséret illeti a csapatot mind a mentalitásért, mint a fegyelmezett játékért. A vendégek edzője szerint a két csapat védekezése közötti különbség döntött el a mérkőzést a hazaiak javára. Szeretnék gratulálni a Kisvárdának, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Én azt gondolom, amit a mérkőzés előtt felvázoltam, hogy az a csapat fog győzni, amelyik jobban védekezik, és jobb lesz a kapus teljesítménye is. Azt gondolom, ez a mérkőzés realizálódott is. A Kisvárda agresszívebben védekezett, több fautal, és a kapus teljesítményük is jobb volt, mint a miénk. Támadásban sok technikai hibát védettünk, ami megpecsételte a sorsunkat, és így vereséget szenvedtük. A forduló további eredményei a következők: Győr Budaörs 36-23, Érd Albafehérvár 35-22, Siófok Békés Csaba 39-29, Dunaújváros Vác 27-25 és MTK Budapest Vasas 24-20. A tabella élén a 28 pontos Ferencváros áll megelőzve a 26 pontos Győrt. A Kisvárda 9 ponttal a 10. helyen várja a Vác szerdai vendégjátékát, amelyen már az új edző, a montenegrói Blatko Djonovic irányítja a csapatot.